Csúsztatják a jégen a létrát a szexádi tűzoltók, hogy közelebb férkőzzenek és kimentsenek egy jég alá szorult embert. Bár ez csak egy tavalyi mentési gyakorlat, az életben is előfordulhatnak ilyen tragikus események, miként a Pest megyei Sziget-Szent Miklóson is történt a minap, ahol egy jég alá szorult férfi életét a búvárok már nem tudták megmenteni. A befagyott szálkai tavat sokan körbe korcsolyázzák télen, ám mielőtt rálépnénk a jégre, érdemes meggyőződni arról, hogy megfelelő vastagságú és minőségű-e, figyelmeztet Ackermann Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője. A legfontosabb szabály az, hogy mindig a part közelében korcsolyázunk, győződjünk meg a jégnek a vastagságáról. Nagyon jó dolog, hogyha nem egyedül megyünk a jégre, mert hogyha többen vagyunk, akkor lehetséges segítséget is hívni. Hogyha recsegéseket, ropogásokat hallunk, akkor ez azt jelenti, hogy olvadás, olvadt időszak következik, ezért fontos az, hogy olyankor inkább ne menjünk jégre. A biztonsághoz legalább 8-10 cm vastag jégtakaró szükséges, és azt is fontos tudni, hogy a sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a hómentes helyeken. Folyóvizeken a jogszabály tiltja a korcsolyázást, nem is javasoljuk, hiszen nem lehet pontosan megállapítani a jégnek a vastagságát. Ezért leginkább állóvizeken lehet korcsolyázni, illetve műjégpályákon, ezek a legbiztonságosabb helyek. Nagyon fontos, hogy egyedül ne menjünk a jégre. Vízálló tasakban rakott mobiltelefon és egy bajtás nélkül ne induljunk el a jégre, és az sem árt, ha van nálunk kötél, egy hosszabb bot és száraz ruha, mert ezek életmentőek lehetnek, ha megtörténik a baj, teszi hozzá a szakember. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint bár az elkövetkező napokban -3 fokra ébredhetünk, fokozatos enyhülés veszi kezdetét.